az 1700-as években, mint ahogy Magyarországon több településre érkeztek német telepesek, akik itt, hát úgy lehet mondani, hogy megszelídítették a vidéket, és nagy részt földművelésre szőlő műveléssel foglalkoztak, és hát ez lett a hazájuk, és egészen a második világháborúig, ez is elég köztudott, többségben a németek éltek itt Bátaszéken is, és aztán a háború következményeiből kifolyólag a kibetelepítések révén hát megfogyatkoztunk, de azért ez a kis maga, aki megmaradt, itt maradt Bátaszéken, ezt próbálta őrizni a hagyományait, nyelvét, kultúráját. Aztán, amikor már a nagy közönség előtt is ildomos volt megjelenni a németséggel, a kultúrával, akkor itt Bátaszéken hát ez a kultúra felvállalása vagy bemutatása elsősorban, vagy elsődlegesen a tánccsoporttal kezdődött. Akkori kultúrigazgató, lelkes tanárok és János bácsiról tudva összehozták az első tánccsoportot, és akkor hát Glöckner János vezetésével hosszú-hosszú évekig működött ez a csoport. János bácsi igazán arra törekedett, hogy visszapróbáljon nyúlni a gyökerekig a néptánc motivumait illetően. Ő neki igazán szerencsés volt a helyzete, abban kifolyólag, hogy zenélt. Nagyon sok helyen megfordultak, még lakodalmakba, bálokba, ahol még a régi idős emberek is ott voltak, és ő neki fogékony volt erre, hogy észrevegye ezeket a dolgokat, és összegyűjtse itt Tolnába, Baranyába. És hát ezért tudott mélyebb gyökerekig hatolni és gyűjteni, míg a fiatalabb generáció, aki már így országszerte foglalkozott ezekkel a néptánc gyűjtésekkel német viszonylatban, már igazán úgy fogalmaznak, hogy magyarországi német. Nem tudtak visszamenni egész a gyökerekig, tehát az itt átalakult kultúrát örökítik ők meg a táncaikba. És hát ebből fakadóan érte a János bácsit nagyon sok bírálat, hogy Németországba német motívumokat hoz meg ilyen dolgokat. És hogy a János bácsinak igaza volt ebbe, az győzött meg, mikor én ide kerültem a csoporthoz, tehát hogy igaza van a János bácsinak, vagy igaza lehet ebbe, hogy az első versenyen, amikor például egy kakasdi csoport is velünk volt, mert magyar-német tánc is volt egy aránt ezen a versenyen, azt mondta a zsűri elnöke, egy idős bácsi, hogy elmentek kigyűjteni, tehát Erdélyföldre, elmentek kigyűjteni, mert nagyon eredeti motívumokat látni a táncaikban, és ez nagyon jó és ügyes dolog. Na, itt gondoltam azt, hogy na, akkor a János bácsinak mégiscsak lehet valami igaza, és ezek a koreográfiák igenis a helyén vannak, és legyen nekünk az a feladatunk, hogy ezt megőrizzük, és tovább vigyük. Annál is inkább, mert egy későbbi időpontban, ugyan ezen a versenyen egy másik zsűri a János bácsit már koreográfusi különdíjjal tüntette ki, pontosan azért, mert nem azok az elcsépelt motívumok, két-három keringő lépés jobbra, egy-két szepedli balra, hanem tényleg igyekezett ő megjeleníteni a régi kultúrát. Hát, ezt az oldalat, jó, ezt kellene. Jó.
jobban kicsit kihangsúlyozni. Úgy érzem mostanra, talán most egy éve kb. Hogy csinálom, hogy úgy nagyjából elfogadtak, mint vezetőjük. Még mindig nehéz, még mindig nem fogadnak teljesen szót, hisz hát sokkal fiatalabb vagyok, mint a János bácsi, tehát neki eleve már az életkora adott egy ilyen tiszteletet, tehát hogy a gyerekek tiszteletből odafigyeltek meg, stb. Ilyesmi. Úgy gondoltam, hogy azokat a táncokat, amik már vannak, amiket János bácsi koreografált, azokat fölhozni olyan szintre, hogy azok előadhatóak legyenek, mert sajnos vannak még olyan táncok, amiket ez a csoport még nem teljesen tud. Tehát nem pontosan, nagyjából, de nagyjából sajnos a fellépéseken nem elég. És ezeket szeretném mindenféleképpen fölhozni, mert azok között is vannak még nagyon szép táncok és nagyon jó táncok, és ezeket tartottam én most talán a legfontosabbnak. Aztán éppen azért talán, mert hogy összeszokjunk így csapatként, és aztán majd lehet koreográfia is. Lehet, hogy még talán a 30 évesre is.